Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy tágesz horoszkóp az indiai asztrológia szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól. Június 11-ére és június 12-ére. A hold nagy hatással van az érzelmeinkre, kihat a napjainkra, a hétköznapokra is. A hold a Svati holdházban található. Lefordítva ez azt jelenti a te éned és a te lelked. Ezt összhangba kellene hozni. Mit akarsz elérni az életben, te állsz most a középpontban, te ügyelj lelki dolgokra is. Ami a kommunikációt illeti, itt van egy kis húzavona. Nem tudod mások, mit akarnak tőled, odafigyelsz bizonyos dolgokra, de néha ez átláthatatlannak tűnik, vagy azt is jelentheti, hogy te szeretnél közölni valamit, de nem tudod azt, hogy helyes-e vagy sem, vagy hogy mondhatnád ezt ki, hogy tudnál érzelmekről beszélni. Azon kívül van egy húzavona, ami a bírósági dolgokat jelenti, hiszen itt még most nincsenek döntések, nem tudod a kimenetelt. Az is lehet, hogy benne vagy egy bizonyos helyzetben, amit igazságtalannak látsz, de nincs kiút, nincs lehetőség, mert nem tudsz jelenleg változtatni a dolgokon. Ami a szerelmi életet illeti, itt tükröződik valami, és bele kell pillantani ebbe a tükörbe. Fontos a belső egyensúly, a harmónia, azon kívül a diplomácia, egy középút, ne túl sokat, ne túl keveset. Kerüld a beszélgetéseket, mert az jelenleg nézeteltérésekhez vezethet. Inkább mutasd ki az érzelmeket, és fogadd el az ő érzelmeit is. Ami az anyagiakat illeti, most javul a helyzet, de a napokban hajlamos vagy arra, hogy költekezz, olyan dolgokat vegyél, amire tulajdonképpen nincs szükséged. Viszont gondoljunk arra, hogy a hold a Svati holdházban van, amikor rólad van szó, a te énedről, a lelki helyzetedről, és ha van egy ilyen vágy, vagy egy ilyen kívánság, mert szeretnél valami szépet venni magadnak, és ezért adsz ki pénzt, akkor ezt vedd meg, hiszen örülsz neki, hiszen szükséged van rá. De ha ez a reklámban jön, vagy olcsóbb, mint korábban, és emiatt vásárolsz, akkor kidobod a pénzt, és ez elveszik, nem lesz ebben öröm. Tehát ügyelj a vásárlásokra, és ügyelj az anyagiakra. Ami még a napokban nehézségeket okozhat, ezek a döntések. Hiszen itt van egy húzavona, tegyem vagy ne tegyem, vagy nagyon mérlegeled a dolgokat, így időt veszítesz el. Sokkal jobb, hogyha valami téged lelkesít, akkor hozd meg ezeket a konkrét döntéseket. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!